Na, hölgyek, urak, akkor jön a szakmai része. Köszönjük szépen a türelmeteket. Megpróbálom összefonni. A kerékpárosokkal kezdünk, és elnézést kérek a kerékpárosoktól. De a veterán motorosok között én otthon vagyok, de a kerékpáros az nekem magas, az bonyolult szerkezet. Ez jó? Ja. De van egy ilyen szót. Imre, akarod elől a zenét? Kedves kerékpárosok! A versenyző 50 év alatt nem versenykerékpárral kategóriába 12-en indultak. A 12. a 71-es Rudolf von Schreitz. Rudolf von Schreitz. Nagyon szépen kérem, hogy jöjjön ki, mert mindenki kap valamit azért. A más nem egy csattot a hajába. Tizenegyedik, a 70-es rajtszámú Pócsi István! Tizedik, a 78-as rajtszámú Dr. Déri Tamás! Kilencedik, 64-es rajtszámmal Bolgár Andrea! Bolgár Andrea. Andrát átugorjuk. 8-as a 65-ös rajtszámmal Csatlócki Zsolt. 7-dik 79-es rajtszámmal Zsemberi Boldizsár. Igen, a reggel, akit elmondtam, 5 éves a srác. Hatodik az 54-es Máji Albert. Ötödik a 88-as Pap Dániel. Pap Dániel kivételesen kerékpárral ment, tudni kell, hogy két Pannoni és két Ducati az övé, mikor melyik túrára jön, azzal éppen érkezik. Igen, amelyikben van benzin, azzal jön. Negyedik a 69-es Bodó László. Harmadik a 61-es Nagy Eszter. És akkor ugye ez már dobogós, itt egy kicsit lelassítunk. Tehát harmadik a 61-es Nagy Eszter. Egy dobogó. Ugyancsak szeretném a dobogóra kérni. 77-es Katona Peti! A Pannoni MGTS büszkesége! Mennyit számít, hogy a Pannoniádban nem volt ma benzin? És szeretném a dobogóra szólítani az 58-as rajtszámú első helyezett Blázsovics Lajos! Thank you.
Megkoltató. És a reggel említett Chio Chips támogatásra egy karton chipsről legyen mit ropogtatni. Ott is rohanásban volt, na igen. Aztán egy egész karton sőt. Akkor egy újabb kategória kerékpárosok között, versenyző 50 év felett nem versenykerékpárra. Itt négyen indultak. A 72-es lett a negyedik, minden veteránus ismeri, Moldvai Tibor Miklós. Tibi bácsi. Majdnem egy forma, de drága. És akkor gyorsan a dobogóra a harmadik helyre ugorjon föl, Tóth Miklós! A harmadik Tóth Miklós! Miklós megszökött ullat. A második a százas rajtszámmal Dr. Izsai Krisztina! A Dukat is barátunk párja. Hát, ha a második helyes vagyok, akkor nem árt felállni. És a rajtszámot kérlek, add vissza. A kerékpárosokat tisztelettel megkérjük, hogy elég sokan nem adták vissza a rajtszámot. Legyenek kedves visszaszolgáltatni. És az első helyezés Siklósi János. A kerékpárosok frontembere. Meg akkor nem maradna ilyen például. Stolt, lottó állomás, meg ilyen rendszámok régen is megmaradt. Srácok, ha valaki bármelyik kategóriában nyertek pólót, ha nem jó a méret, oda mentek a sátorhoz és kicserélek, jó? Egy újabb kategóriát nyitnék, 50 év alatt versenykerékpárral. 13-an indultak, a 13. Ázsölné Gyöngyvér lett. Tizenkettedik, Fodor Péter Alfréd, ugyancsak ismert a veterán körökből. Tizenegyedik, Zahorec József. Tizedik, Besenyei László. Kilencedik, Gönczi Ákos. Nyolcadik, Wiedermann Gábor. Hetedik, Rozgonyi Roland. Hatodik, Arnold Robert. Ötödik, Nagy Levente. Barnabás ismerkedik azért az első helyen, eléggé nehezen engedi el. Lesz bőled valami gyerek. Negyedik, Mac István. Merc István, bocsánat.
És akkor a dobogóra szeretnék egy-két embert, illetve hármat. A harmadikra Schubert Mihály. A másodikra Dani Csabát. És az elsőre Fodor Zoltánt. Ez gyorsasági volt? Azért, mert mondták, hogy valaki, hogy délelőtt is első volt, meg most is első. Azért, mert tavaly meg itt álltak sebességben. Aha, azért. Gyors, az elsőben elindult az egész, mert most a lefelé, az lefelé, csak a felindulhatott másodszor. Ja, mint az a formai. Jó levaradtam volna, hogy nehogy kelljen időre le. Egyszer kinkeservettek el. Van egy következő, az 50 év felett versenykerékpárral 4 induló volt. A negyedik Zsemberi Barnabás. 4 év múlva ott is indulhatott. A KTM színébe. A harmadik dobogós hely Kakuszi Lajos. Lajos lelépett. A második Török József. Hát úgy látom, hogy a dobogó senkinek nem kell. Esetleg az első helyezett itt van. Hajdú István? Igen. Az úrról tudni kell, hogy a panóniásokkal jössz, a szokott jönni túrázni Cetkával. Hiszen el kell jönni, trélerrel van. Biciklisnak nem szabad együtt tüzet adni. A chipszed, apukám, a chipszed. Turakenpás kategória, nagyon szoros küzdelem. Egy ember indult, szeretném szólítani. Illetve egy ember ért be hibátlanul, bocsánat. Szép Tibor! Gondolom. Ezért nem biciklizek, mindegyik sánta. Egyből egy. Látom, Barnabás nagyon ismerkedik az első helyen. Nem akarja engedni, nem akarja engedni. Hogy nézett? És akkor a kerékpárosoknál van még egy kategória. Old School Run néven lett meghirdetve. Ebből a tizedik, 78-as rajtszámmal dr. Déri Tamás. Akkor valami szelemenkúrkoló lett belőle. Tényleg új kezdtár. A kilencedik Katona Péter. Radisták hazafelé a nyolcadik. Doktor úr. A nyolcadik Rudolf von Schlenitz. Doktor úr, mi ez a két új kezdtár? A hetedik Balázsovics Csaba. Blázsovics, nem Balázsovics, bocsánat. A hatodik Besenyei László.
Az ötödik Zsemberi Barnabás. A negyedik Schubert Mihály. És akkor a dobogó harmadik helyére szeretném, ha fölállna. Siklósi János. A második a Dani Csaba. A rajtszámot kérem, add vissza. Az emléket, igen. Addi. Szép, köszönöm. És az első helyre kérem álljon fel Fodor Zoltán. Baj, ő már nem sokára 50 év fölötti lesz, úgyhogy nem, hát hogy idézem, ilyen korom belül lehet. Azt mondom, hogy 80 év ingás. Na jó, két azért van. Na kedves barátaim, a kerékpárosok, az a baj, hogy az üres. Versenynek az eredményt lezártuk, bezártuk. Köszönjük szépen, nagyon szép létszámmal jelentek meg. És akkor a veterán motorkerékpár. Itt három kategória. A szóló motorkerékpárokkal kezdenénk. Bocsánat, még egy külön díj lemaradt. A kerékpárosokat mégse zártuk, de ne haragudjatok, még van egy pár külön díj, ami nekünk nem kell. Szeretnénk Zsemberi Boldizsárnak átadni egy oklevelet, egy serleget és egy érmet. És álljál föl kérlek szépen az első helyre. Persze. Nagyon ott van a toppon a srácok! Szeretnék Siklósi Jánost is még egyszer kihívni. Köszönjük szépen a munkádat, János! És a legöregebb kerékpárral érkező embert szeretnénk benned megtisztelni. Akkor még egy felfedélyet. Nem egyébként volt itt, de az úgy volt, hogy mindenféle díjakat volna, így életem kotod, hogy zöld. Van egy magánfelajánlás, 10 000 forint értékben fémcsiszolást vagy krómozást. Szeretnénk felajánlani Bodó Lászlónak a legkorhűbb ruházatban való megjelenéséért. Ezt Magyar Zoltán ajánlotta föl, alias Öreg. Öreg, itt vagy valahol egyébként? Add már át, légy szíves, mégiscsak a te díjad.
találkoztak a korok. Na akkor kezdjük a veterán motor szóló kategória. 41-en indultak, illetve érkeztek be sikeresen. A 41-es Rogosz János. János el akart menni, ugyanis ő tudta, hogy az első körbe megfogott egy vagy két piros lámpát, és ott dekkolt is, tehát ugye meddig, és a második körbe pedig végig nyílgázon tudott jönni, tehát tudta, hogy esélytelen az egyforma időre. Megkértem, hogy légy szíves, hogy maradj! Negyvenes Pap Tamás, jába 3.50. Harminckilences Klug Dávid. Rogosz Janinak 14 perc volt a különbsége, bocsánat, aztán akkor elmondom. Pap Tamásnak 4 perc 16 másodperc. Klug Dávidnak 4 perc 15 másodperc. Rozslai Gyuri 38. lett 4 perc 14 másodperccel. Ennyi volt a két kör között a különbség. 37. Paulecki Károly. 3 perc 48 másodperc különbsége volt. Ez a legjobb. 36. Berzsánovics Tamás, jáva perákkal. 2 perc 45 másodperc. Nagyon szép motor. 35-ös Baló István, 2 perc 37 másodperc volt a különbség. A 34. Szlepák Sanyi, T5-össel 2,5 perc. 33. Sisák Géza, 2 perc 20 másodperc. Mindegyik, mondom, hogy negyedik vagy utolsó vagy. 32. Kobó Szilveszter. 2 perc 8 másodperc. 31. Juhász Lajosné, 1 perc 30 másodperc. 30-as Balogh István 1.22-vel. 29. Pap István. Danóviások egyik frontembere. Kedves földim. 1 perc 17 másodperc volt a Danóvia időkülönbsége. A 28. pedig Juhász Lajos lett. 1 perc 9 másodperccel. Beelőzte az asszonyt 3 vagy 4 emberre. Pont utána egy pillanatban nem jöttek a kérdés. 27. 1 perc 5 másodperccel. Csatári Sanyi. Gyere Sanyi bácsi. Nem találom. A 100-as Csepellel. 26. 1 másodpercet faragott le Csatári Sanyiról. Imre Zoltán, 1 perc 4 másodperccel. 25. Sajben János. Aki a szambimmal ment. Az idősebbik, a csodaszép szambimmal. De lehet ám a képeket tölteni. 24. Kolesza Péter. Sajben jönnek 45 másodperc volt a különbsége, Kolesza Péternek 43. 23. Stefán Gyuszi lett, 38 másodperc volt a két kör között a különbség. 22. Rigó István. 34 másodperce. 21. Petrányi László. 20. Rácz Marcsi. 30 másodperc
A kis cseppellel, Marcsi! Tizenkettes Varró Ferenc! Huszonkilenc másodperc volt a különbséget, hogy vágyam. 18 a Zentai Gábor! 17-es Kapornai János! 16-os Halmai Misi bátyánk! A csoda panóniával. 15-ös Kui István, ugyancsak panóniával, 26 másodperc. 14-es más Márkus Laci, P10-essel. 13-as Dobrovics Ede Andor. És már végre tudom a nevedet. 12-es Varga Norbert, 21 másodperc. Szűkülnek az idők, szűkülnek az idők. 11-edik Robosz Gyuri, 21 másodperc. 10-edik Kalotaszegi Artúr. Érdekel. 9. a másik csodamotor, Tatár Laci. 2 egyhengeres motor összeépítve, hát beraktuk, ő volt az egyetlen nem besorolható 2 hengeres, ami valójában 2 egyhengeres volt. Nem sorolható. 8-as, ifjabb Sajben János R16-os BMW-vel. A másik csodálatos H5-i motorkerékpár. 16 másodperc volt Jani különbsége. Láttam, hogy már aggódsz, láttam rajtad. Az nem létezik, az nem létezik. Hallottam. 7. Juhász Misi, 14 másodperccel. Hát legalább nem mondanád el, hogy csalsz. Hát de nem csalta, csak miért, te tudod. 6. Kapornai Gabi. Igen szépen ráverti apádra. 5. Lipusz Tamás. 4. Juhász Levente, P10-essel 7 másodperc. 3. És akkor maradt 3 panóniás, akinek meg kell osztozni a dobogón. A 3. hely 8 másodperccel Juhász Leventéjé. Bocsánat, Füredi Gáboré. Megijedtél te is. Hülye vicceim vannak. A 2. Száraz Attila. Szári. 2 másodperc. 8/10. És 4/10 van előtte Babos Szabolcs, a mai nyertesünk. 2 perc, 4/10 másodperc volt. Kölj, bocsánat, 2 másodperc. 2,4 másodperc. 2,4 másodperc, igen, hivatalosan.
Közben itt jönnek a információk hátulról. Még egy kerékpáros ki kell szólítani, mert maradt még mindig egy külön díj. A legeredményesebb, a mai nap legeredményesebb női versenyzőjét szeretném. Nagy Esztert visszahívni. Eszter van? Hát Esztert elraboltak, úgy látom. A társaságot megkérem, hogyha gondoljátok, akkor idén is lehet egy közös fotózás, tehát maradjatok a díjkiosztó végéig. Van egy X kategóriánk. Heten indultak, a hetedik, 4 perc 47 másodperccel, Dömötör István Suzuki. A hatodik, Hargitai Miklós BMW, 2 perc 12 másodperc. Az ötödik egy kisasszony lett, Hellinger Dóra. Honda 50-es ével. A negyedik Varga Péter Veszpával, 1 perc 17. És egy másodpercet az előbbi hölgy testvére rávert, Hellinger Kata, 1 perc 16 másodperc. Dobogó kedves, dobogós vagy. A második helyre lépjen föl Csupor Imre, 36 másodperc. Csuport. Ezért meg lesz egy olyan hónapon belül tartva ez, tehát ilyen júzsutíjus végén. Kötelező. És az első Hajdú Árpád, a gyönyörű 6-hengeres CBX-el. Beállok, rinyó, rinyó. Hajdú Árpi, 5 perc 555. 5 másodperc, bocsánat. Nem figyelem meg. Szépen lassan minden délután. Igen. Megkísérted egy izé van? Johnny Walker abban. Hát ennyi, igen, szeretném, ha lesz. Hát szóljatok, ha hoznak izé karácsonyfát. 9-en indultak oldalkocsis kategóriába. Nagyon na, 9. Légrádi Jani. Négy perc, 3 másodperc. 8. Kárpitosok Kárpitosa, Mészáros Attila, aki az oldalkocsis panóniájában az egész csamádot begyömöszölt. 2 perc, 15 másodperc. A 7. Hellinger Gusztáv a szép jávájával. A 6. a
Pannoni MGTS egyik frontembere, Gecsei Ferenc. MZ-vel. Ötödik viszont Horváth Géza lett. Egy panóniás panóniával. És a pátyával. A negyedik ugyancsak egy panóni MGTS-es, Kenderenyi Gábor lett. A díjat átadja Kenderenyi Gáborné Csilla. Az idejét mérte Kenderenyi Barnabás édesapa, és ellenőzte Kenderenyi Éva. Csodálom, hogy csak negyedik lett. Van mértéktartás, így viszik. Mértéktartás, így. És akkor a... Ez igen fontos volt, köszönjük szépen. A dobogós helyre szeretném harmadik Lukács Pali. Akkor bocsáss meg, negyedik, elnézést. Ne vissza! Hol a kocsi sem elték? Honi, most már ne fogadd el, ezt használni. Bocsáss meg, ne arra, hogy kapikám, jövök egy sörre. A harmadik akkor Lukács Pali. Egy dobogóra. Viszti! A második Hegedűs Gábor. 30 másodperc. És az oldalkocsis kategóriát ma Petró Dávid nyerte meg. 23 másodperc volt. Van három emléklap, amit tiszteletül szeretnénk átadni három barátunknak, résztvevőnek. A legpekesebb résztvevő, aki elment sajnos, Bártfalvi Laci, akinek se ebéd nem jutott, és ő volt az egyetlen, akinek beszart a motorja is. Egy ebédet. Szeretnénk Tatár Lászlónak adni egy emléklapot. A nagyon nagy gonddal megépített kéthengeres, egyhengeresének. Lacikám, köszönjük szépen, hogy eljöttél, megtiszteltünk. És a mai nap legeredményesebb, P20-as, illetve 21-ese, Kautaszegi Artúr. Tatár Laci, ne haragudj, a pezsgő lemaradt. Elnézést! Barátaim, visszakerült a nagy serleg, a vándor serleg. Kapornai János, Kapornai Gábor és Kenderi Gábor, aki tavaly megnyerte a vándor serleget, visszahozta. Ők most kapnak három kicsit emlékül, és ismét föl van ajánlva a csapatversenyzőknek a nagy serleg az idei évre. Ezen a versenyen indulhattatok ugye csapatba, és a herceghalmi verseny lesz a következő a két csapatból, vagy a két versenynek az eredménye számít. Aki akar, még mindig összetud állni egy hármas csoportba, csapatba, mert ezek az eredmények le vannak írva, fel vannak jegyezve, tehát számít. Ha van olyan baráti kör, aki három ember kiválik, illetve összeáll, azt lehet regisztrálni, és még van egy verseny, és el lehet vinni idén a nagy serleget.
Ja, és nem kerül pénzbe, tehát nincs regisztrációs díj. Szeretném Kapornai Gábort, Kapornai Jánost, és Kendényi Gábort. Ja, tényleg az a legjobb, az a legjobb. A Hungary a 102-ben csapat. Egy ilyen kanyari csapat. Igen. A barátaim, aki akarja, akkor még álljunk össze egy közös fotózásra, és a biztonságban balesetmentesen érje haza mindenki. Nagyon szépen köszönjük a megjelenteket! Thank you.